Földnapja Ferencvárosban, három helyszínen április 23-án. A József Attila lakótelep Csiga parkjában játékosan ismerkedhettek kicsik és nagyok környezet, energia és klímatudatossággal. Közvetlen szomszédságokban a Zöldebb Ferencváros csapata interaktív kutyás programokkal készült. Zöldebb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület 5 évvel ezelőtt alakult a Városligetben. Az ottani kutyások alapították, és a céljuk az volt, hogy az ottani kutyások, illetve nem kutyások között egy együttműködés, párbeszéd alakuljon ki, illetve az önkormányzattal és ugye az ott folyó átalakítások kapcsán is be tudjanak esetleg szólni a dolgokba. Ez nőtte ki magát annyira, hogy mostanra már szinte minden kerületben van Budapesten egy valamilyen fajta együttműködés az egyesület és a helyi önkormányzatok között. Itt a kerületben tavaly sikerült egy együttműködési megállapodást kötnünk az önkormányzattal, és hát a cél az az, hogy a kutyásokért vagy nem kutyások között legyen egy párbeszéd kapcsolat, illetve az önkormányzattal, tehát hogy mi is tudjuk jelezni az önkormányzatnak a helyi kutyások érdekeit, problémáit, ilyesmit, illetve az önkormányzat is megkeres minket például futtatók kialakítása kapcsán, bármilyen kutyás kérdésben. Az érdeklődők főként a felelős állattartás témájában bővíthették ismereteiket. A Zöldebb szeretne majd a kerületben is többek között például a kutyatestbeszédről előadásokat tartani iskolás gyerekeknek az önkormányzat támogatásával. A fenntartató divat is lényegében kéz a kézben jár a különböző környezeti mozgalmakkal és azokkal a civil mozgalmakkal, akik a környezetvédelmét, vagy éppen az emberi jogokat tűzték ki célul. Dobos Emese újságíró divatkutató előadása a divatipar kulisszái mögé nyújtott betekintést a József Attila lakótelepi közösségi házban. Nyilván a divatipar rengeteg vállalást tesz például abba az irányba, hogy fenntartatóbban működjön, de ez legtöbbször mondjuk így a környezetbarát csomagolásokban nyilvánul meg, vagy hogy éppen olyan kisebb környezeti lábnyommal rendelkező alapanyagokat használ, de nagyon-nagyon nagy probléma a zöldremosás, és hogy a cégek sokkal környezetbarátabbnak tüntetik fel magukat, mint amennyire valójában működnek. Például nagyon sokszor van az, hogy pont a Földnapja alkalmából ilyen kifejezetten kapszula kollekciókat dobnak piacra és akciókat hirdetnek, holott ugye pont ez lenne a fenntartató, hogyha nem vásárolnánk, de az alapanyagok kapcsán is nagyon jó példa erre a bambusz, hogy sokszor a gyapott alapamúttal szembeállítva egy ilyen fenntartató alapanyagnak titulálják, közben meg lehet, hogy sokkal kevesebb vízre van szükség a termesztéséhez, mint amennyit mondjuk a gyapott földeken elhasználnak, de sokkal-sokkal több egyszerre van szükség, hogyha magad elé képzelsz egy bambuszt, hogy abból egy fonalgyártásra, egy szálgyártásra alkalmas alapanyag lehessen. Gergőik elkezdték szervezni az expedíciót. A Ferencvárosi Művelődési Központban Tóth Attila barlangkutató Inverse Everest című expedícióját ismerhette meg a hallgatóság. Ma már a világon nincs más felfedezni való, csak a tengerek, óceánok mélye, mármint a Földön, illetve a barlangoknak a mélye, mert azok teljesen ismeretlen világ. És hogyha az ember eljut odáig, hogy ezt szeretnéd csinálni, akkor kezd el barlangkutatóvá válni, de ez idő kell. És körülbelül 1000 emberből lesz egy barlangász, és minden 100 barlangászból lesz kutató. A barlangkutatáshoz kell 10% tudás, 40% kitartás és 60% szerencse. Magyarország minden jelentős barlangjában járt már, és számos nemzetközi expedíción vett részt. A Grúziában, Abháziában található 2197 méter mély Krobera-Voronya barlang bolygónk második legmélyebb feltárt barlangja. A magyar Inverse Everest expedíció 2016. augusztusában lejutott a 2080 méter mélyen fekvő Game Over terembe, ahol egyedülálló felvételeket készítettek. Hangácsi Márton koncertjét élvezhette a közönség a Ferenc téren, a fergeteges hangulat közepette pedig lehetőség nyílt a Kezedben a jövő interaktív kiállítás megtekintésére, kézműveskedésre és kézműves termékek fogyasztására is. A napot pedig Kardos Horváth János önálló szerzői földnapi koncertje zárta. Én komolyabb leszek, mert komoly a gyerek, ha iskolás, szépen elballagunk,
kinőttük az óvodát. Tulajdonképpen én, várom az iskolát. Ilyen volt tehát 2022-ben a Földnapja Ferencvárosban. Köszönöm a sok csodás csodát. A játékokat elpakoltam szépen, és hiányozni fogtok, mert én nagyon szerettem az óvodát.